Sejri bizli, piros bicikli, kimegyünk a dohányba, a csuhajja. Hey! Csörtetőmester. Jó, jó. Nyugi van. Jó. Jó, de jó kislány. Jó, megvársz itthon szépen. Hey! Állj! Megvársz itthon szépen. Utána kapsz. Kapsz. Főzök neked. Jó? Bye! Cső! Hol van Cynthia? Szóval, hogy ezt kezdtem el amúgy... Hello! Ezt kezdtem el amúgy mesélni. Elindultam sétálni, és kezdett esni a hó. Random. Mert, hogy... amikor paraniképpen sétálni indul, akkor miért ne essen a hó? Tehát, hogy... jó. És akkor gondoltam egy merészet, hogy oké, hideg van, szintén nincsen téli gumi ugyan, de elgurulok vele, lemosatom, és legvezetek egy kicsit közbe. Beszélek hozzátok. Hát, Cynthiával elmentünk az automosóig. Hát így... nettó 500 méter. 3 perc. Mit tudom én. És lemostam a kisasszonyt. Szép lett, tiszta lett. Csudi, 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 szép. Aztán elindultunk vissza. Elindultam vissza. Cynthia és én. És megfulladok. Scusi, becsírem ilyen. Szóval elindultunk vissza, és Cynthia még a körforgalmon itt átvitt, és utána egy bocs, de mi? Szóval mi? Darabos a benzin? A levegő? Mi történik? Egyem a kis szívét, azért még annyira volt még egy kis lélek jelenléte, hogy a Penny-nek a parkolójában még úgy sikerült vele bekarikázni. De hogy így megállt a kisasszony, úgyhogy... ja... Fata. Hát... ilyen... ez egy ilyen móka. Ez csak én lehetek egyébként. Na mindegy. Megyünk dohányboltba, meg... meg Pennybe vásárolni. És most éppen próbálok attól elvonatkoztatni, hogy tele van a buszmegálló, és én egy selfie otthon magyarázok. És ilyenkor... ilyenkor mindenki engem néz, és nem akarom, hogy nézzenek. De főleg akkor néznek, hogyha ki is mondom, hogy néznek. De ugye kipixel ezen a fejemet? Nem akarok benne lenni, nem járultam hozzá. Utána meg majd jön a izé. Tiltás. Na jó. Köszönjük a szépen. És mindenki jó fej keszteni egyébként amúgy. Kivéve azt az egy embert, aki el akart ütni nettó a múltkor. Hát... ja. Érdekes emberek vannak erre, én is egy érdekes ember vagyok, de hát nem tudom. Nem tudom, ez majd így szépen visszatokok, hogy messzélek a selfie botomhoz, illetve hogy hozzátok konkrétan, de hogy így néznek. Mit csinálsz? Mónika, hülye vagy, figyeld? Meghaltak. Ti voltatok mi? Tudom. Lenyomtátok őket mi? Valaki jött reggel, és bántottad a paradikit? Pfff! Lezúztáltuk az összeset. Jó, bemegyek a selfie bolt. Azt akartam mondani, hogy bemegyek a selfie boltba. A dohányboltba. Bemegyek a dohányboltba. Érted? Nem fogom a kamerát, nem fogom a selfie botot, de egyébként is ilyenek néznek, hogy a selfie boltban van a telefonom, és úgy fizetek. Na, várja, Móni, bemegyünk pedigni. Ja. De most akkor legyél olyan kedves, és magyarázd el nekem, hogy mitől függ, és miféle összefüggés van abban, hogy, és mikor, és miért, és mikor dönt úgy a világegyetem, a univerzum, vagy a kártyaolvasó, hogy fel kell oldani a telefont ahhoz, hogy odaérítsd a telefonodat, és tudj belefizetni, vagy nem. Igen, ilyen hatalmas nagy kérdések foglalkoztatják a nékét. Ó, te jó ég, jó dolgot, most se tudsz mi? Azt se... jó dolgot, most se tudod ma mit csinálj.
Hallom, hallom ám. Nem erről van szó, csak néha már így nem tudom, hogy... hogy mit, meg hogy. Szóval, hogy így mindegy, próbálok lavírozni. Oké, megvan a szalonnám. Megvan a kenyerem. És vettem cigit is. Fúj, büdös bagos. Próbálok közben úgy forogni, hogy ne legyen benne senki, mert hogyha megint egy év múlva valaki úgy dönt, ahogy a holipiszes videómnál, hogy benne vagyok a videóban, és le akarom tiltani, és feljelentelek, és nem azt, hogy feljelentelek, hanem jelentem a videódat. Akkor én basztam a videót, de amúgy. Ja, ezért törlődött nagyon sok videóm egyébként. Hát a Robisok meg egyértelmű, hogy miért törlődtek, de... Jó. Oké. Nem tudom. Mindegy, baktatok. Baktatok. Baktató lesz. Muro io lo chale, cava de la tua tu. Deve essere ti. Nem tudom a szöveget. Muro iro lo chale. Sugar santo muro chavo. Mondom meg, hogy bolondul van ki. Ja, figyelj, sztori. Oké. Mindig van egy jó sztorim. Tegnap becsöngettek. 8-kor? 9-kor? Önkormányzattól jöttek fát ültetni. Ennél csúnyább volt a fejem, ahogy néztem a srácra. Mondom, parancsolsz? No, hány már bitte. Az önkormányzat, mutatom. Ez most esküszöm megéri, figyeld. Várja, mondja. Mutatta a térképen. Az önkormányzat kijelölt egy fát, hogy ültesse ide. Oda! Mondom, bocs, de mi? Szóval, hogy értem, hogy ez már közterület, de hogy miért is? Légy színe! Hát de az önkormányzat, de mondom, légy színe! Szóval, hogy ugye mi ide szoktunk parkolni, Robi is itt áll meg hogyha itt, nagyon sokan parkolnak még itt egyébként, de amúgy tök mindegy, de itt pont van egy szintényi hely, meg egy Robinyi hely. Robinyi? Szóval, hogy érted, és de ne ültessél már ide fát, more, hát feltörik az aszfalt, feltörik a viakolor. Mindegy. Igen. Szerint srác. Jó. Akkor neki három fa van kijelölve. Három. Szóval akkor most ezt a hármat, azt, hogy oda akarta oktajálni? Vagy hogy így mi? Mindegy. Semmi baj. Megoldja. Oké. Okay. De hogy már markolóval jött, more, figyeld. Most egy gödöt ide. Megölte az egyik tujámat, kiásta, hogy ültessen egy fát, mert Dunakeszi szépül, megépül. Azt egy gödröt ide, meg oda. Konkrétan olyan, mint hogyha három hullányi hely lenne itt a vágon. Mi a fasz? És így kiszedte a tujámat, bazd meg, ott hagyta, mint a másikat se ültetett a helyébe. Ezt a dzsuvát meg így itt. Úgyhogy, kedves ellenségeim, szerintem most ne húzzatok velem újat, mert egyébként is vállófélbe vagyok, és nincs jó kedvem, de van három gödröm, ami üres. És veletek is megtölthetem. Sírsz, mi a fasz? Érted is? Széttúrt mindent, de pláne megölte az egyik tujámat. Hát mi a fasz? Hát én meperelem Mónika. És ha kell, anyáról, lányáról, anyára szal. A bosszú. És veszem házam lovam. De az igazságot nem titkolom el.